Ez most már egy két mérkőzés után érezhető volt, hogy nem nagyon tudjuk megbontani az Olympiakos védekezését. Nem volt meg igazából a megoldási kulcs gyakorlatilag a kezünkben. Mentünk, csináltuk, de Isten igazából nem volt tényleg olyan kidolgozott helyzet, nem volt olyan periódus a mérkőzésnek, amikor be tudtuk volna őket úgy szorítani. Itt a második félben volt néhány perc, amikor egymás után jött egy-két szöglet, de Isten igazából ugye ezekből sem tudtunk veszélyeztetni. Rugott gól nélkül is gyakorlatilag majd, hogy nem azt mondom, hogy a két mérkőzés helyzet nélkül estünk ki. Nem szabad, hogy itt a világ omoljon össze bárkiben is. A legfontosabb tényleg az, hogy a bajnoki cím meglegyen, és jövőre újra tudjunk próbálkozni a Bajnokok Ligája selejtezőben. Ehhez nyilvánvalóan itt a vasárnapi Újpest elleni derbi egy kulcsfontosságú lépés lesz, úgyhogy most tényleg előre kell nézni, és ezek nem ilyen közhelyek, tényleg az a legfontosabb, hogy ez a hétvégi meccs meglegyen. Nyilván lesz ugye egy Debrecen elleni idegenbeli kupameccs, ami szintén nem lesz sétagalop, de hát ezt tudtuk előre, hogy milyen a programunk itt a tavasz kezdetén, úgyhogy készen kell állnunk itt 3 naponta, mérkőzés kell játszani, és sikerrel kell venni ezeket a találkozókat.